a döntésnek a meghozatalára alkalmas testület. Ez önmagában szerintem áltatás, miniszterelnök úr. Szerintem teljesen másról van szó. Az érdemi párbeszéd hiányáról van szó. Arról van szó, hogy míg a konzultációban az előbb jelzett módon csak megkérdezzük és majd döntünk, az érdemi párbeszédnél le kell ülni, miniszterelnök úr, tárgyalni kell, hiszen ellenérdekelt felek ülnek le, amelyek persze lelassíthatják a folyamatot, én ezt nem vitatom, de a folyamat végeredménye mégis egy megállapodás, egy olyan megállapodás, amelyet a társadalommal lehet kötni. És azok az álkérdések, amelyek valójában csak azt mutatják meg, hogy olyan evidenciákat kérdez meg, miniszterelnök úr, mint hogy az emberek szeretnének-e dolgozni, szerintem nincs ma Magyarországon olyan ember, aki ne ezt válaszolná. De miniszterelnök úr, szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy évben arról miért nem kérdezték meg a magyar állampolgárokat, hogy szeretnének-e olyan igazságtalan egykulcsos adórendszert, amelynek a társadalom több mint kétharmada a vesztese, hogy azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak ma Magyarországon, ha nevezhetjük úgy, hogy a sárga csekkek mindennapjait élő emberek, ezek miért nem kaptak lehetőséget arra, hogy elmondják, hogy miniszterelnök úr, nincs ez így rendjén, tessen ezen változtatni. Vagy miért nem kérdezte meg miniszterelnök úr az indoklás nélküli elbocsátásoknak a témakörében a választópolgárokat? Ha jól emlékszem, egy alkotmánybírósági beadványt követően úgy módosították magát az alkotmány, a törvény szövegét, hogy persze most már van indoklás, ami azt jelenti, hogy ha nem felel meg nekem, mint munkaadónak, a beosztottam, akkor kirúghatom. Ha nem kellően lojális, akkor kirúghatom. Tisztelt miniszterelnök úr, ne haragudjon, de azt kell mondjam, hogy álságos az a magatartás, hogy védett kort ígér a szociális konzultációban a kormányzat a választópolgároknak, miközben olyan törvény van érvényben, amely éppen az indoklás nélküli elbocsátásokra ad lehetőséget, nota bene éppen most a jogbiztonság felszámolásával éppen az 55 év védett korú állampolgárokat, szerzett jogaikat, tudja, amit szerződésben, az állammal szerződésben álló állampolgárokat fosztja meg attól, hogy lehetőség legyen a tisztes életre. Ugye azt mondja, hogy Magyarország felébredt, és Magyarország részt vett ebben a szociális konzultációban. Azt kell mondjam, miniszterelnök, hogy Magyarország tény és való felébredt, az egy év remény és illúzió vesztéséből ébredt föl. Hogy ma már nem azt gondolják, hogy a fülkeforradalomban lehet egy gazdasági csodát megvalósítani Magyarországon, hiszen éppen a kormány által benyújtott nyugdíjrendszer átalakításáról szóló nemrég napvilágra került előterjesztés világosan mutatja, hogy elvesznek azoktól, akik már több százezer embertől elveszik azokat a jogokat, amelyeket megszereztek. Az előterjesztésben megjegyezik, hogy az ellátórendszerben olyan nagymértékű és viszonylag gyors átalakulásra, amelyet a Széll Kálmán terv előirányoz, nemigen volt még példa. Ez kellő beismerése annak, hogy a mostani megszorítások jelentősek és amúgy elkapkodottak voltak. Mit szükség van tehát a szociális konzultációra? További érdekesség, hogy a dokumentumban az is szerepel, hogy a jövedelemcsökkenés minden érintett ellátásban részesülő vagy arra számító számára negatív hatású. Tisztelt miniszterelnök úr, nem tudom másképpen megfogalmazni, mint hogy az egy evidencia Magyarországon, hogy minden ember számára a munka világa, a munka világában való részvétel a zsinórmérték. De a magyarok józanságát semmi más nem mutatja jobban, mint az, hogy ezen a konzultáción a döntő többség, 7 millió magyar állampolgár nem kívánt részt venni. És ez nem azt jelenti, hogy nem tekintették volna a érdemi kérdéseket fontosnak, hogy válaszoljanak, hanem miniszterelnök úr, azt jelenti, hogy ezek a kérdések nem az ő problémáikra adnak megoldást. Köszönöm, hogy meghallgattak. Most Lázár János úr következik, a Fidesz frakció vezetője. Igen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Talán azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni a több mint 1 millió honfitársunknak, hogy válaszolta a kormány kérdéseire. Ez lenne talán a legfontosabb egy parlamenti képviselő részéről, hogy megköszönje azoknak a válaszát, akik kitüntettek bennünket ezzel. Különös tekintettel arra, hogy Schiffer Andrással ellentétben mi nem vezetünk nyilvántartást arról, hogy ki válaszolt, ezért nem tudjuk megmondani, hogy a mi szavazóink voltak, vagy az ön szavazói voltak azok. Azt kell mondjam önnek, vagy önöknek, képviselőtársaim, hogy bárki válaszolhatott, és nem tudjuk, hogy kik válaszoltak. Akik válaszoltak, megtisztelték a Magyar Köztársaság kormányát és országgyűlését. Szerintem ez a legfontosabb dolog.
Én azt tanácsolnám az ellenzéki képviselőtársaimnak, hogyha elfogadják, tartsák tiszteletben 1 millió embernek a véleményét, akár egy embernek a véleményét is, de 1 millió emberét meg különösképpen, és talán érdemes lenne ebből kiindulni a vita kapcsán. A második pont, amit figyelmükbe ajánlanék, hogy miért volt erre szükség. Miért kellett 20 év után, másodjára ugyan, bár az alaptörvény egy rendkívüli döntés volt, és egy rendkívüli helyzet volt, miért kellett nemzeti konzultációt folytatni szociális kérdésekben? Miért nem volt elég az az általános felhatalmazás, amely egy demokráciában működik, hiszen a választások alkalmával a választópolgárok felhatalmazzák az adott kormányt, megbíznak valakiben. Azért volt szükség a felhatalmazás megerősítésére, mert a szocialisták 8 éven keresztül eljátszották a kormány iránti bizalmat. A Balaton összödi beszédből, az önök hazugságaiból következik az, kedves Tóbiás képviselőtársam, hogy igenis rendszeresen ki kell kérni az emberek véleményét azért, hogy visszaálljon a bizalom a politikával és a parlamenttel szemben. Ha önök nem hazudoztak volna az embereknek, akkor nem kellene így eljárnunk, és nem kellene a bizalmat visszaállítanunk, de a mi kötelességünk az, hogy visszaállítsuk az emberek bizalmát a kormányzás iránt, és ezért rendszeresen meg kell őket kérdezni. Ezt tartom a legfontosabb gesztusnak és a legfontosabb lépésnek. Az elmúlt egy esztendőben folyamatosan azt hallottuk az ellenzéki képviselőtársainktól és mindenki mástól, hogy miért nem egyeztetünk. Most pedig azt halljuk, legyen egyeztetés, de ne most. Legyen egyeztetés, de ne így. Legyen egyeztetés, de ne ezekkel. Legyen egyeztetés, de más kérdésekben. Szerintem a legfontosabb egyeztetés és a leggyorsabb és legegyszerűbb egyeztetés, hogyha megkérdezünk minden magyar választópolgárt olyan kérdésekről, amely mindenkit foglalkoztat. Önök sem gondolhatják komolyan, hogy ezek a kérdések nem foglalkoztatják a választópolgárokat. Nem foglalkoztatja az oktatás vagy a munkavállalás ügye a választópolgárokat, hogy ne foglalkoztatná. Ha az önök logikájából indulok ki, akkor lehet, hogy ez a 7 millió ember azt mondta, hogy én már adtam egy általános felhatalmazást a Fidesznek, akkor, amikor elmentem vagy távol maradtam, legyen az elég. Akkor ez is lehet egy megfelelő válasz. Tehát azzal, hogy mit gondol 7 millió ember, szerintem ne játszunk. Foglalkozunk azzal, hogy mit gondolt 1 millió ember, és a kormány pedig tegye meg azokat a lépéseket, amelyre ez az 1 millió ember felhatalmazta, és eredeti szándékában, amelyhez bizalmat kért a választások kapcsán, megerősítette. Én a tartalmi részére annyiban szeretnék kitérni, miniszterelnök úr, hogy szerintem világos a választópolgároknak a szándéka, Magyarországon tisztességes munkából tisztességesen szeretnének megélni. Ez ma nem könnyű dolog. Akár a fekete munkára gondolok, akár az orvosok hálapénzére gondolok, hogy tisztességesen is lehessen élni, meg megélni is lehessen a jövedelemből, ez nagyon sok polgártársunk számára szinte lehetetlen vállalkozás. A kormányzat számára ez egy nagy feladat és nagy küldetés, hogy a tisztességes megélhetés föltételeit képes legyen biztosítani. 20 esztendő látens kompromisszumai, illetve hát különböző paktumai után legyen végre rend ebben az országban. Én azt gondolom, hogy ez az 1 millió ember, aki most megerősítette a kormányt ebben a szándékában, kellő felhatalmazást is biztosított egyúttal. A gesztus pedig, a lépés pedig, hogy megkérdeztük az emberek véleményét, nézetem szerint kiemelten fontos, mert bizalom nélkül nem lehet cselekedni ebben az országban. Semmit nem lehet megváltoztatni, hogyha nincs kellő bizalom ehhez. Mi elfogadtuk azokat az érveket, amiket önök mondtak, hogy a kormányzatnak meg kell erősíteni ezt a bizalmat a választásokhoz képest. Elfogadtuk, hogy nem elég a kétharmados parlamenti felhatalmazást. Önök azt mondták, hogy a kétharmad nem elég arra, hogy lépjünk. Rendben van. Akkor megkérdeztük az embereket, megkérdeztük 8 millió embert. Mit kellene még Schiffer képviselőtársam tenni ahhoz, hogy önök tudomásul vegyék, hogy tavaly volt egy választás, bennünket felhatalmaztak, kétharmados többséget biztosítottak, és most még ráadásul 8 millió ember véleménye kikérése után szabadudat kaptunk bizonyos lépések megtételéhez. Szeretném kérni önöket, semmi másra, csak arra szeretném önöket kérni, hogy tartsák tiszteletben ne csak ennek az 1 millió embernek a véleményét, hanem a tavalyi választások eredményét is. Köszönöm szépen. Most amennyiben élni kíván a viszontválasz lehetőségével, akkor miniszterelnök úrja a szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Engedjék meg, hogy először is azt a különbséget rögzítsem, ami önök között és mi közöttünk a demokráciáról a gondolkodásban van. Úgy látom, hogy önök, ha bármihez hozzászólnak, akkor csak velünk foglalkoznak, és csak bennünket látnak. Mi viszont csak az országgal foglalkozunk, és az embereket látjuk. Ezért köszönjük szépen az észrevételeiket. Köszönjük szépen az észrevételeket, nem osztozunk abban a rossz politikai hagyományban, amit most önök itt folytatnak.
van valaki, van egy politikai, aki csinál valamit. Nem is igaz megkérdezhető, hogy jó szándékkal, jó irányba és jó motivációkkal. Mert be akar vonni embereket a demokrácia működésébe. Mielőtt megszületnek azok a történelmi törvények itt majd a tisztelt ház előtt, amelyek a munkáról lebeszélő szociális rendszer helyett egy munkába visszavezető szociális rendszert építenek majd föl, előtte meg akarjuk tudni, hogy vajon támogatnak-e ebben bennünket az emberek. Mi megkérdezzük őket, és akkor vannak olyanok, akik bár életükben nem csináltak még szociális konzultációt, eszükbe se jutott, pedig volt a kormányon eleget, hogy akár meg is kérdezhetnék az embereket arról, hogy milyen irányt válasszanak, ők leszólják azt az embert, aki dolgozik. Régi magyar hagyomány ez, politikában is ismert. Van, aki dolgozik, van, aki leszólja. Így vagyunk mi is, tisztelt hölgyeim és uraim. Azt kell mondanom tehát, hogy bár az észrevételeiket tisztelettel megköszönöm, de nem tudjuk beépíteni őket abba a munkába, amit most éppen végzünk. Ha megengedik abba a gyermekded játékba, amely azt találgatja, hogy vajon mit gondolnak azok, akik nem válaszolnak a kérdésekre, engedjék meg, hogy ne társuljunk örökhöz. Felnőtt emberek vagyunk mi is, és felnőtt emberek a magyar állampolgárok is. Majd eldöntik, hogy akarnak, vagy nem akarnak válaszolni. Azt is pontosan tudják, hogy a dolgoknak mi a tétje. Azt is pontosan tudják, hogy lesz következménye annak, mint ahogy a magyar alkotmánynál is volt következménye, hogy mit válaszolnak, mi az, amit nem akarnak látni, és mi az, amit feltétlenül látni szeretnének egy új szociális rendszerben, vagy éppen látni szerettek volna, vagy nem akartak látni a magyar alkotmányban. Tehát majd ők eldöntik, hogy el akarják-e mondani a véleményüket. Nekünk egy dolgunk van. Mi csak azoknak a véleményét tudjuk beépíteni a munkánkba, akik elmondják a véleményüket. És abból kell kiindulnunk, minden felelős vezető csak abból indulhat ki, hogy aki nem mondja el a véleményét, az a demokratikusan megválasztott magyar parlamentre és az általa megválasztott kormányra bízta, hogy az adott ügyet legjobb tudása és belátása szerint rendezze el. Ez az egyetlen helyes, felnőtthöz méltó, az embereket tisztelő magatartás, kedves szocialisták és kedves LMP-sek. Történelmi alkalom ez a mai. Először fordult elő a magyar parlamentben, hogy a Jobbik szónoka józanságot ajánlott a kormánynak. Tisztelt hölgyeim és uraim, ugyanakkor szeretném az igyekvő és szorgalmas jobbikos képviselőket arra biztatni, hogy csak azért, hogy ellent mondjanak nekünk, ne kérjenek szót. Ennek sok értelme nincsen. Ha önök megnézik egyébként azokat a javaslatokat, amelyeket korábban igaz, önök mindenfajta konzultáció nélkül megfogalmaztak, hogy hogyan kellene a szociális rendszert átalakítani, hát most olyan pontokat is támadnak, amit egyébként korábban önök képviseltek. Én tudom, hogy nem azért, mert megváltoztatták az álláspontjukat, hanem mert parlamenti párt lettek, és azt gondolják, hogy a parlamenti pártban az a normális viselkedés, hogyha az ellenzék, akkor is megtámadja a kormányt, ha egyetért azzal, amit az képvisel. Én mégis azt kérem önöktől, gondolják ezt át. Nem biztos, hogy az egyetlen lehetséges ellenzéki magatartás. Tisztelt hölgyeim és uraim, a nemzeti vagyonról szóló törvény az ősszel szintén a tisztelt ház elé kerül, és akkor akinek kétségei vannak, az majd láthatja, hogy a magyar termőföld alkotmányos védelem alatt áll. Ugyanakkor tisztelt hölgyeim és uraim... Bár az ember igyekszik, de nehezen tud az ellenzék elvárásainak megfelelni, mert egyfelől egyik nap az a baj, hogy túl gyorsan, túl sokat és túl nagy lépésekkel haladunk, a másik nap meg az a baj, hogy túlságosan sokat keresgéljük a helyes válaszokat, és lassan születnek meg a döntések. Ami a szociális kártya, a gyermekválság, a nyugdíj összefüggését illeti, ezek azok a részlet, nagyon fontos részletkérdések, amelyeket ősszel meg fogunk vitatni itt a tisztelt házba, hiszen az emberek a szociális konzultáció során kijelölték az irányt. És ebbe az irányba, amit kijelöltek, ezek a konkrét megoldások akár bele is férhettek. Úgyhogy ellenkezés helyett arra szeretném kérni önöket, hogy amikor eljön a lehetősége, akkor vegyenek részt majd az ezekről a kérdésekről szóló érdemi parlamenti munkába. Higgyék el, mindenki jobban jár. Önök is, mi is, és az egész ország. Tisztelt hölgyeim és uraim, végezetül szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy
Ennek a szociális konzultációnak, amelyet majd gyakran fogunk még emlégetni itt a tisztelt házban, ennek a jelentősége sokkal nagyobb annál, mint azt itt néhány ellenzéki, elsősorban oldalvágásokat tartalmazó hozzászólásból kihüvelyezhetnénk. És a helyzet az úgy áll, hogy mindannyian látjuk, hogy a magyar szociális rendszer ebben a formájában senkinek az igényeit nem elégíti ki. Azoknak az igényeit sem, akik részesülnek benne, azokét sem, akiknek részesülniük kellene, de nem tudnak, és azokét az emberekét csak, akik adófizetőként finanszírozzák egyébként ezt a szociális rendszert. Itt egy nagy jelentőségű átalakítás előtt áll Magyarország. És én igenis tulajdonítok annak nagyon komoly, súlyos, nem akarom a szót elkoptatni, ezért kisbetűvel mondom, történelmi jelentőséget, hogy módja nyílott Magyarország minden felnőtt emberének arra, hogy a munka és a segély, a munka és a nyugdíj, a szociális rendszer és a munkaviszony újra szabályozásának kérdéseit átgondolja, és ha bele akart szólni a követendő irányok kijelölésébe, akkor azt megtehette. Ezért én még egyszer szeretnék köszönetet mondani annak a több mint 1 millió embernek, és sokat ismerek közülük, sajnos nem mindet, ahogy szeretné az ember, akik nem egyszerűen csak visszaküldték ezeket a kérdőíveket, hanem alapos, komoly és fontos beszélgetéseket folytattak, mielőtt kitöltötték volna ezeket a kérdőíveket. Gondolkodó emberek küldték vissza ezeket a kérdőíveket, akik nem egyszerű, hanem a politika időnként legnehezebb kérdését tették föl maguk számára, hogy legyen az adórendszer, a szociális rendszer, a munka, a segély, és választattak a számunkra. Én szeretném még egyszer a magyar parlament képviselői nevében megköszönni Magyarország polgárainak, hogy nem korábbi hagyományokat követve otthon várják mindösszesen, esetleg imádkoznak is, hogy jó vagy rossz döntéseket hoznak az ország vezetői, a parlamenti képviselők, hanem amikor mód és lehetőség nyílik rá, akkor igenis hallatni akarják a hangjukat, és ezzel nem csak az adott konkrét kérdés eldöntésében segítenek, hanem a magyar demokráciát is erősíti. Nem tudom elfogadni azt a baloldali gondolkodásmódot, amely a demokráciát arra az egyszerű kérdésre csupaszítja le, hogy ha önökre szavaznak és önök alakítanak kormányt, akkor van demokrácia, ha nem önökre szavaznak és nem önök alakítanak kormányt, akkor meg nincsen demokrácia. A demokrácia ennél az egy kicsit gazdagabb világ, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim. Végezetül. Végezetül szeretném a mondandómat azzal zárni, mindannyian tudjuk, hogy Magyarország helyzete rendkívül nehéz. Ezeket a kérdőíveket többségükben nagyon nehéz helyzetben lévő emberek töltötték ki és küldték vissza. Mindannyian tudjuk, hogy Magyarország európai összevetésben egy rendkívül szegény ország. Mindenkinek szeretném viccelődés helyett a figyelmébe ajánlani, hogy egy olyan hazában élünk, ahol a magyar átlagkereset valahol a 6 és a 700 euró között mozog havonta. Ahol a nyugdíj az valahol a 250 euró között van havonta. Egy olyan országban élünk, ahol gyerekek éheznek. Egy olyan országot vettünk át, ahol emberek százezreinek esélye sincs a munkára. Olyan országot vettünk át az előző kormánytól, ahol emberek képtelenek megközelíteni egyáltalán az országnak azokat a részeit, ahol esélyük lenne munkát szerezni. Egy olyan országot örökölt meg a mostani kormányzat, amelynek olyan oktatási rendszere van, amely olyan szakmákra képezi az embereket, a fiatalokat, amivel nem lehet utána semmit sem kezdeni, és nem lehet elhelyezkedni. A helyzet tehát Magyarországon, tisztelt hölgyeim és uraim, rendkívül nehéz. Súlyos és nehéz. Azt kell mondanom, hogy a mai parlamenti vita arról győzött meg, hogy ezekkel a nehézségekkel megküzdeni ma Magyarországon egyedül a Fidesz Kereszténydemokrata Néppárt Szövetségének van esélye. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Tisztelt Országgyűlés, most a frakciók napirend előtti hozzászólásai következnek. Elsőként a Fidesz Simon László képviselő részéről a Népi Diplomácia sikere Magyar Keresztények Zarándoklata Lengyelországban címmel. Képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Mi, magyar zarándokok, nem csak az anyaország területéről, hanem Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből és Kárpátaljáról, Szlovákiából, Szerbiából, Romániából és Ukrajnából is azért jöttünk, hogy hálát adjunk azért az 1000 éves lengyel-magyar barátságért,
mely annyi áldást hozott a két nép történetébe. Azért jöttünk, hogy hálát adjunk közös szentjeinkért, Szent Hedvigért, Szent Kingáért, Boldog Özsébért, Boldog II. János Pál pápáért, közös nagyjainkért, Báthoréért és Szobieszkiért. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy megóvtad népeinket 1000 éven át. Köszönjük szűzanyánk anyai közbejárásodat és oltalmadat. Köszönjük mindazt a szeretetet, ez egy idézet egy püspöktől, legyenek kedvesek végighallgatni méltósággal. Köszönjük mindazt a szeretetet, amit lengyel testvéreinktől kaptunk. Köszönjük ezt a szívélyes, őszinte, szeretetteli fogadtatást itt, Csesztohovában, a lengyel egyház szívében. Idézet vége. Ezeket a mondatokat Székely János Esztergom budapesti segédpüspök prédikációjából idéztem, amely a múlt szerdán 900 magyar zarándok jelenlétében a csesztohovai kegytemplomban bemutatott felemelő és gyönyörű, ritkán átélhető közösségélményt adó szentmisén hangzott el. 2011. júniusának végén 700 magyar zarándok indult el vonattal Lengyelországba, és hozzájuk csatlakozott több mint 200 olyan hívő, akik buszokkal, személyautókkal érkeztek meg Krakkóba, de sokan gyalogosan 28 nap alatt tették meg az utat. A Budai László és munkatársai által szervezett zarándoklatot Székely János, Majnek Antal és Tamás József püspökök, valamint Bátor Botond Pálos tartományfőnök vezette, fővédnöke Kövér László a Magyarországgyűlés elnöke volt. A feszített tempójú, gazdag program történelmi találkozásá, a lengyel és a magyar nemzet sok évszázados barátságát szimbolikusan is megerősítő gesztussá nemesült. A zarándokok magyar nyelvű szentmisén vettek részt a krakkói Mária templomban, ahol Stanislav Dzsivisz, bíboros és Krakkó város előjárói köszöntötték őket, majd a királyi útvonalon átvonultak a Wawelbe, ahol Lengyelország szíve dobog. Itt megkoszorúzták a nemrég tragikus körülmények között elhunyt államfő Lech Kaczyński és felesége, valamint József Piłsudski tábornok sírját. Krakkóban szóba került a szocialisták által bezárt magyar főkonzulátus sorsa, amelynek újbóli megnyitását sokan várjuk. Lengyelország hazánk stratégiai partnere, legfontosabb közép-európai, sőt unió szövetségese, emiatt és történelmi okokba is elvárjuk a hibás döntés orvoslását. Az zarándokok következő állomása Csesztóva volt, ahol az egyetlen magyar eredetű szerzetesen által alapított és működtetett Pálos kolostorban, a Jászna Gorai szentélyben, a lengyel nemzet lelki központjába vettek részt szentmisén, keresztúton és közös imádságon. Az utazás zárásaként Ószandecen átsétáltak az 1999-ben felállított Székely kapu alatt, és szentmisén vettek részt a Clarissa kolostor melletti bazilikában. A II. Béla király lányának, Szent Kingának a sírja előtti főhajtás egyben a közös történelmi előtti tisztelgés is volt. Az zarándokút végén megtekintették II. János Pál központot, ahonnan folytatták az útjukat Magyarország felé. Tisztelt képviselőtársaim! A zarándokút ugyan nem volt része a sikeres Magyar Uniós Elnökség lezárását és a lengyel elnökség kezdetét kísérő hivatalos ünnepségeknek, mégis szimbolikus diplomáciai aktussá, bizonyos értelemben népi diplomáciai szolgálattá vált. Ezt erősítette az a tény is, hogy a magyarországgyűlés elnöke nem csupán fővédnöke volt a zarándoklatnak, hanem személyesen vett részt a programokon, a kétnapos vonatozástól kezdve valamennyi közös imádkozásig. Többünknek abban a megtiszteltetésben lehetett része, hogy magyarországgyűlési képviselőként a zarándoklaton részt vehettünk. A nemzeti zarándoklaton Ékes Ilona képviselőasszony, Soltész Miklós államtitkár úr és jó magam is megjelentünk, életre szóló élménnyel, tapasztalattal gazdagodva. Ugyan az út magánút volt, a csesztóvai zarándoklat és a magyar képviselőket nem csupán Román Majerszki házfőnök fogadta, hanem a lengyel parlament képviselői is köszöntöttek bennünket a Szent Mise végén, felolvasva a lengyel parlament elnökének baráti üdvözletét. Az uniós elnökség hivatalos átadását előkészítő aktusnak tekinthető zarándoklatnak a lelki és hírbéli megerősödésünk mellett legalább ilyen fontos a politikai üzenete. A két nép barátságának és a két ország számára az uniós intézményrendszerben rejlő lehetőségeknek a hangsúlyozásán túl nem mehetünk el amellett, hogy az Európai Unió önmagában csak egy keret, és közös felelősségünk az, hogy ez a keretrendszer ne váljék a politikusok és a bürokraták magánügyévé. Azt kell elérnünk, hogy az uniós polgárok, köztük a lengyelek és a magyarok is magukénak érezzék az Egyesült Európa gondolatát és megvalósult intézményeit, valódi érdek és értékközösségé éppen a mostanihoz hasonló népi diplomáciával, illetve a politikusok és az euróbürokraták hatékony ellenőrzésével válhat az unió. Sajnos nem tudom befejezni,
tisztelt képviselőtársaim, csak annyit mondok zárásként, hogy a magyar keresztények június végi lengyelországi zarándoklata nem csupán az azon részvevő 900 anyaország és határon túli magyar, hanem a teljes magyar nemzet, sőt az elnökségben bennünket váltó lengyelek és rajtuk keresztül az egész európai közösség ügye. Köszönöm a figyelmüket! Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úr, kíván válaszolni parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt ház, kedves képviselő úr. Valóban úgy van, hogy nincs a történelemben még két olyan nép, mint a magyar és a lengyel, akit olyan mély, ösztönös szimpátia és történelmileg kipróbált barátság köt össze. Nem véletlen, hogy az új magyar kormány Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével első útja Varsóba vezetett, és gondviselésszerűnek érzem azt, hogy a magyar EU-s elnökséget Lengyelország veszi át tőlünk. 72 évvel ezelőtt, 39 nyarán volt az utolsó ilyen zarándoklat Csehszlovákiába, ami után jött 1939 ősze, amikor is a Molotov-Ribbentrop paktum következtében Lengyelországot lerohanták, és a magyar és lengyel történelemnek egy tragikumában is nagyszerű pillanata következett el, amikor 130 ezer menekültet Magyarország befogadott Lengyelországból, és segített tovább részint a nyugati emigrációba, részint megteremtette a honi hadsereggel való kapcsolat lehetőségét, sokan pedig itt maradtak és itt tanulhattak Magyarországon. Maga az zarándoklatnak a gondolata tavaly ősszel merült fel, Székely János püspök úr vezetésével, hogy egy csoportos nemzeti zarándoklat kísérje az Európai Uniós elnökség hivatalos átadását. Szimbolikus, hogy a zarándoklat Szent László királyunk ünnepén indult, aki önmagában is a két nép közötti barátságnak a kifejezése, hiszen édesanyja lengyel volt. Krakkóban volt az első állomás, ahol a Wawelben Anzsú Nagy Lajos király lányának, Szent Hedvignek a sírját koszorúzták meg, illetve Bátor István erdélyi fejedelem és lengyel királynak, illetve a Smolenszki tragédiával elhunyt Kaczyński elnök úrnak. Az is egy szép gesztus volt, hogy Stanislav Dziwisz bíboros úr krakkói érsek fogadta és köszöntötte az zarándokokat. Ugye ő második János pápának a titkára volt. Szimbolikusnak érzem azt, hogy nem pusztán magyarországi zarándokok voltak, hanem az egész Kárpát-medencéből, sőt a világ magyarságát képviselték a zarándokok. Ott volt Bajnek Antal munkácsi püspök úr, Tamás József gyulafehérvári segédpüspök úr, Böjte Csaba ferences atya Déváról, és azt is a dolgok normális állapotának a helyreállításaként értelmezhetjük, hogy Kövér László házelnök úr fővédnökséget vállalt, ami kifejezi az állam és az egyház közötti együttműködést, amire törekszünk. Csehszlovákiában folytatódott az zarándoklat, ahol Bátor Boton Pálos tartományfőnök urat fogadta a Pálosrend általános generálisa, és megköszönte, hogy 1381-ben Magyarországról, Mária Nosztráról 16 pálos szerzetes indult Lengyelországba, és megalapította a kolostort. Ószándecen zárult a zarándoklat, ahol IV. Béla király lánya, Szent Kinga nyugszik, az ő kolostorában ért véget mindez, ami megint csak egy szimbolikus üzenet a magyar-lengyel kapcsolatok terén. Magyarországra a zarándokok a csehszlovákiai Fekete Madonna másolatával tértek vissza, melyet a Szent István bazilikában helyeztek el. Adja Isten, hogy mindez Magyarország, Lengyelország és az egész Európai Uniónak, amire igencsak ráfér, lelki és szellemi megújítását szolgálja. Köszönöm szépen! Szintén napirend előtti felszólásra jelentkezett Zé Kárpát Dániel képviselő úr a Jobbik részéről. Hogyan alszanak a kormányzat képviselői, amíg áldozataik a híd alatt rendezkedtek be címmel? Parancsoljon, képviselő úr!
Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Tegnap este folyamán a Fidesz házi televíziója is beszámolt arról a holnapra esedékes székesfehérvári kilakoltatásról, melynek során egy 90 éves asszonyt és ágyhoz kötött fiát takarítanák ki a saját ingatlanukból, otthonukból. Elmondható az, hogy a kormányzat reakciója, miszerint az önkormányzat majd foglalkozik vele, hogy adott esetben mit tehet ebben a helyzetben, önmagában szánalmas, kevés és egy szociális katasztrófa képét vetíti előre. Mint ahogy kilakoltatási moratórium is, ami elvileg július 1-jével szűnt meg, nem volt lényegében, hiszen az önkormányzati tulajdonú lakásokból eddig is kitakaríthatták a magyar állampolgárokat. Az pedig, hogy kvóta alapján legalizált ingatlan átjátszást folytathatnak Magyarországon, mindent elmond erről a helyzetről. Olyan emberekkel teszik ezt, akiknek esetében nem ritka az, hogy egy év alatt 7